A norvég utazás eddig is sok maradandó élményt okozott nekünk, de bőven van még hátra, úgyhogy folytatjuk a beszámolót az ötödik résszel. A híres bicós terepek még csak most fognak következni, ahol végre kötöttségek nélkül gurulhatunk, az ország legszebb vizesései is várnak még ránk. Mehet tovább a felfedezés. Ha, egy újabb vizesés, én elég jól fel vagyok öltözve, ellentén kedves barátunkkal. Ne legyünk annyira vizesek! Winde Fossen így esőben még durvábban hömpölygött. Utoljára még jól szétáztunk, teljesen megérte. Aztán elindultunk kocsival az óceáni oldalról a belsőbb régiók felé. Két rocker. Megyünk fürdeni. És angolkos vagyok. Megkarasz-e? Dragon Ball. Ez ilyen dagi páfrány amúgy. Na megint milyen spotot találtunk. Itt még Hawaiion. Nézzétek meg, milyen szép a táj. Amúgy tényleg nagyon hasonló. Ez amúgy bármennyire is tónak tűnik, ez tenger, csak bejön Bergentől egy ilyen 250 kilométeren át ilyen fjordokon keresztül. Úgyhogy szerintem van sótartalma, de Tomi megbizonyosodik róla. Úgyhogy belöklek szépen. Én nem hiszek neki. Amúgy ez nem sós. Nagyon picik. Ez nem sós. Matyi, hazudtál nekem. De cápák feljöhetnek benne, idáig felúsznak. Édesvízi cápák. Az Eidfjord mentén egész érdekes alagútrendszerek vannak, a hegyen belül szerpentinek és körforgalmak, ilyet még sehol máshol nem láttam. Itt kb. Minden sarkon van egy vizesés, szóval már annyira talán nem adna extrát, viszont ez elvileg Norvégia legszebbike. Képen amúgy nem tűnt annyira durvának, szerintem nem annyira fotogén, mert így furán látsz rá, de meglátjuk, hogy élőben mit ad. Nagyon komoly, hogy jönnek fel a felhők ott. A Vøringsfossent fogjuk mindjárt megpillantani, ami a 200 méteres magasságával Norvégiának csak a 83. legnagyobb vízesése, de valami miatt a legnépszerűbb. Nézzük, mire fel ez a nagy hype. Na mi van, Tériszony? Megint magas. Oh, ez mennyire durva! Anyá! Gyere, Marc! Gyere, mi van? Vett a videót, mutasd meg nekem, jó? Hallod? Ez nagyon jól néz ki. Esik a hó. Ilyen hódarány. Igen, ilyen darab. Tól fel a szél. Annyira teg van, és a húzpára rögtön megfagy. De ez nagyon durva. Menjünk még tovább. Ezért van víz. Menjünk a végére. Aztán majd ott vár ránk egy nagyon durva hű. Majd onnan is megnézzük, hogy a biztos szép lesz. Ez több mint 10 méter. Kicsit ott a nap, felszakadoztak a felhők, és olyan drónsatokat még tudtunk lőni, kis szivárványa mindenne. Néninek köszönjük, hogy belemászott a legjobb drónos felvételünk, mert nem baj. Kicsit még itt kerengünk a vizesés körül, mert van vagy 25 spot, ahonnan meg lehet nézni, és tök jó, nagyon szép növényzet van. Na itt egy híd ilyen dupla, onnan is jön, meg innen is, összefolyik, ez ilyen X-híd, na menjél szépen! Marcival fotózkodnak! Thank you. You're the big star, right? Azt mondták a Marcra, hogy Justin Bieber vagy, vagy nagyon híres énekes, és fotózkodni akartak vele. Látod? Modell karriered egy újabb szintre lépett. Marcel? Én se tudom elhinni. Egyébként ilyen már nem most fordult először vele. Egyébként igen. Egy jó órát mászkáltunk fel alá, gyönyörködtünk benne minden oldalról, aztán kellett indulnunk tovább Oszló fele, mert ilyen tempóban soha nem érünk haza. Skipping stone.
Na, itt vagyunk a Szizenvatna. Ez egy víztározó. És még itt előkaptuk a bicikliket, gurulunk egyet, kettőt, mert forgatunk egy kis jelenetet. Egy reklámfilm forgatásához kerestem ilyen helyet napok óta, és itt teljesen véletlenül megtaláltam, úgyhogy meg is lőttük, amit kellett. Kiszámíthatatlan az idő, tehát nem lehet tervezni semmit, forgatás, meg biciklizés, mert van, hogy egyszer csak rátszakadt az ég. De azon kívül meg, amikor éppen kisüt a nap, meg így jó, akkor olyan jó, annyira meleg van, és így annyira csodálatos minden. Egy kerék! Random Enduro Session. Kerestük az összes alkalmat gurulgatásra, mert ezek a terepek egyszerűen kérik, hogy kerékpároz rajtuk, annyira tökéletesek. Mennyit jöttünk az előző spot óta? 5 kilométer. Nem maradunk sem, mert folyton meg kell állni. Itt egyre szert ez ilyen teljesen tundrás, végtelen legelő. Nem edzettünk. A Teslával menjünk, vagy a másikkal? Csak a Peugeot. Vagy a Peugeot-val. Na jó, most már kezdtünk kicsit fáradni utolsó napokra, de ez szerintem látszódni is fog a videóból. Mindegy, Marci már ideges, már haza akar menni, úgyhogy megyünk. De jó hideg van már. Marci már meghiba akar menni, úgyhogy megyünk. De engem csak meghív minden. Bátya! Akkor mindenhol 60-as meg 70-es tábla van, meg hogy mindenhol ott van kint a trafi és nem lehet haladni. Ez borzasztó. Borzasztó. Ahol miért van ennyi bárány ebben a rohadt országban? Ott pucsit! Nem zavartatják magukat? Azt hittem, hogy már eleget láttam Norvégiából, és el fogjuk kezdeni megunni, de újabb és újabb tájak, különböző hegyek, tanyák tűntek fel, és folyamatosan tartogatott valami néznivalót. Nem bírtuk itt hagyni, még hiányzott valami, és itt jött az újabb csavar a sztoriba. De elmondom gyorsan a délutánunkat. Szóval ugye úgy volt, hogy már nem nagyon állunk meg, megyünk haza, majdnem ott voltunk már Oszlónál, aztán valahogy így beugrott, hogy hát még azért jó lenne egyet biciklizni, ott volt a közelben egy bike park éppen, és aztán egy kicsit tovább gondoltuk, és aztán rájöttünk, hogy itt van egy rohadt jó bike park, még egy jó 2-300 kilométeres vagy 3 órás kitérő, de hogy amúgy még azért valamit akarunk csinálni, úgyhogy most kicsit úgy alakult, meg aztán találtunk itt egy 024-es Mekit, úgyhogy most Lillehammerben kötöttünk ki. Marci, mit fogunk csinálni holnap? Hát, bike parkozni fogunk Haffelba. Ja, úgyhogy, ja, most alszunk egyet. Aztán holnap csapat. Amúgy mennyi az idő, hogy ilyen szép világos van a kamerán? Éjjel kettő. Nem, úgy csak fél egy. Mi ez a zsibvásár? Ez nekünk meg ez lesz az első komoly menet, mióta itt vagyunk Norvégiába. Jó, azért a trolltunget is nagyon adtam, de azért jó így, hogy nem menjünk haza nélkül, hogy rendesen bevetnénk magunkat. Sose voltam még itt, de jókat hallottam róla. Ja. Lisziék már voltak itt világkupán, szóval vannak elég durva pályák, vannak meredekek, de amúgy van vagy 20 különböző, szóval itt Norvégiában ez az egyik legkomolyabb bike park, sőt talán a legismertebb is. Hát eddig szépnek tűnik, aztán meglátjuk. Időnk az teljesen jó, esőt mondtak, de nem fog esni. We just push on by. It's funny how hard we try. Don't you wanna know me? Be a friend of mine. We are.
Csak az első körünk volt, de már nagyon tetszett nekem. Ilyen single trail-szerű meseerdő nyomvonal, bemelegítésnek tökéletes. Feljöttünk el még egy liftel, mert van még egy. És innen sokkal több pálya indul, úgyhogy... Ja, itt lesznek a pirosak, feketék. Marci nem is megy piroson, na jó, de bemelegítésnek talán egy pirosat még bead, de... Aztán nem tudom, mennyire fogjuk vele tudni tartani a tempót, de hát... Ilyen egy sztárral bikepartozni. Az ugratósabb nyomokon folytattuk, nekem az új bicóval az első rendes bike parkozás volt, rögtön éreztem, hogy finoman veszi az akadályokat, úgyhogy elégedett voltam vele. Jó, tudjok! Voltak amúgy egész jó flow trailek, azt gondolom, hogy legalább biciklizhettünk egyet, és nem csak a trolltungán tologattuk a biciklit, hanem gurultunk is, úgyhogy én örültem, hogy elmentünk. Egy Ferenci Marcert láthatunk természetes élő környezetében, ahogy éppen vizeletét üríti. Menjünk egy kék pályát, Marci mondta, hogy menjünk egy kéket, hogy megszállom. Nagyon megyem, hogy így, ha nem is tudom követni. Az a baj, hogy a kék pálya az iszonyat jó itt. Ja, jó volt ez a flow trail. Na, kisütött bicók működnek, jók a pályák. Ujjaim már fájdogál. Nektek hogy nem fáj az ujjatok ilyenkor? Én nagyon szorítom a kormányt. Olyat mentem, hogy Marci, semmi köze nem volt hozzám. Nem tudtam követni, gyerekek. Hát olyan gyors volt Matyi, hogy hú. Don't you wanna know me? Na de Marci hamar ráunt a könnyű pályákra, úgyhogy az egykori világkupa pályát vette célba a következő körben. Hatfelé világkupa pálya, és most megnyílik a szája. Igen! 2012-ben volt itt világkupa, és hát láttam pár előzetes felvételt róla. És tetszett, durvának tűnt a pálya? Videón nagyon durvának tűnt a pálya, de élőben hál' Isten annyira nem volt olyan durva. Szóval azért nem kellett letolnod? Nem, csak nektek. Bolond racsa gyerek behozott minket ide a susnyába. Ide akartál jönni? Aha. Ez már a DH-pálya. Továbbra is tökéletesen nap. Most megyek fel utoljára felvonulva, a srácok már fönn várnak. Aztán egy utolsó kis videózós sessiont még tolunk. Pár ugrót azért... Uff, mekkorát akadtam, Arci. Hát az úgy nem az igazi bátyja. Három órás jegyet vettünk, azzal végigzúztunk, ameddig lehet igazából. Úgyhogy tök jó volt, szép helyeken van. Egyébként annyira nem különbözik egy osztrák bikepartól, szóval amúgy nem ajánlanám nektek, hogy gyertek 2500 kilométert egy ilyen parkért, de hogyha már itt voltunk a közelében ilyen 1-2 órára, akkor nekünk tökéletes volt. És... Itt vagyunk Oszlóban, és szerintem nem egy olyan szép város.
Ez sem annyira szép, de... De? De, azért. De. Azért Oszló. Se szebb. Valamint izé, Bratislava. Pozsony. Onni messzebb nem jutottam. De akkor neked Kopenhága se fog tetszeni, hogyha ez nem tetszett annyira? Dehogy nem, mert Kopenhága az nagyobb. Nekem a nagyvárosok jönnek be. Igen? Húzzunk a rákba. Na. Szóval most már tényleg hazaindulunk Norvégiából, de még így is sok-sok kaland vár ránk. Svédország, Dánia következik majd az utolsó epizódban. Addig is viszontlátásra.